Köszöntöm Önöket, a Kultúrpontot látják. Hamarosan megismerhetik azt a 344 éves könyvritkaságot, amely a közelmúltban került a Hagyományok Háza birtokába. Előtte azonban arról lesz szó, hogy a múzeumok többsége már az újranyitásra készül, így van ezzel az Aquincumi Múzeum is. Az intézmény munkatársai addig sem tétlenkednek, virtuális programokat szerveznek és digitális tananyagokat is fejlesztenek. Szinte szó szerint tapinthatóvá válik a történelem az Aquincumi Múzeum romkertjében. A park több hektáron mutat be felbecsülhetetlen értékeket a római korból. A múzeum a járványhelyzet miatt most ugyan zárva van a látogatók előtt, de az intézményben nem állt meg az élet. A pandémiás helyzet nyilván nem kedvez a múzeumoknak, így az Aquincumi Múzeumnak sem, hiszen nem tudunk közvetlenül találkozni a látogatóinkkal. Ugyanakkor azonban igyekszünk egyéb más módon elérni őket, ezek elsősorban az online tartalmak. A mi múzeumunk is az összes többihez hasonlóan az online térbe költözött át, és ilyen módon próbáljuk pótolni azt a lehetőséget és azt az igényt, hogy a látogatók mit szeretnének látni a múzeumból. Ennek az a módszere, hogy nagyon sok virtuális tárlatvezetést készítünk, illetve olyan kisebb-nagyobb, rövidebb videókat helyezünk fel, amelyekből a múzeum tárgyait, kiállításait és az itt folyó szakmai munkát gyakorlatilag követni tudják a látogatók. Nagyon népszerűek ezek az online tárlatvezetéseink, és ezeket folyamatosan gyártjuk is. És a legnagyobb meglepetésünkre olyan látogatói kört is, és olyan kört is el tudtunk érni, akik korábban nem látogattak el a múzeumba, de most kedvet kaptak hozzá. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy amikor majd ismét kinyithat a múzeum, akkor már ezek a látogatók is meg fognak jelenni. Most ebben a helyzetben mi jelenti a legnagyobb kihívást? Én azt gondolom, hogy az pontosan azt jelenti a legnagyobb kihívást, hogy ne veszítsük el a kapcsolatot a látogatókkal, tehát valamilyen módon fent tudjuk tartani az érdeklődésüket és a kíváncsiságukat a római kor iránt, és ahogy említettem, ehhez különböző eszközöket próbálunk felhasználni, és itt nem csak elsősorban a felnőtt látogatók közönség eléréséről van szó, hanem a gyerekekről is, akik ugye legnagyobb mennyiségben, vagy most legnagyobb mértékben online oktatásban vesznek részt. A gyerekek számára többek között digitális tananyagokat fejlesztettek az Aquincumi Múzeum szakemberei. Nyilván még picit bizonytalan a jövő, hogy mi lesz a következő hetekben, hónapokban, de hogyan próbálnak készülni erre az időszakra, milyen programok lesznek idén, mire érdemes már most odafigyelni adott esetben. Próbáljuk ugyanazokat a programokat megvalósítani, amik eddig is megvoltak a múzeumban, tehát mi egy olyan évet tervezünk és olyan év programot állítottunk össze, ami nagyon hasonlít az előző évekhez, hiszen arra készülünk, hogy reményeink szerint tavasszal azért múzeum is ki tud majd nyitni. Tekintettel arra, hogy nagy méretű szabadtéri romkerttel rendelkezünk, remélhetőleg ez majd segíteni fogja ezt az átmeneti időszakot. Ugyanazokat a rendezvényeket, programokat beterveztük, amiket egyébként minden évben szoktunk, tehát a különböző kézműves foglalkozásokat, illetve nagy rendezvények között azért reméljük, hogy május végén majd már a Floráliát meg tudjuk rendezni, illetve olyan különböző római kori eseményekhez, ünnepségekhez tartozó rendezvényeket, amelyeket eddig is megrendeztünk. Fogunk hagyományőrző workshopot tartani, illetve az év második felében is készülünk különböző római koros rendezvényekkel. A nyár folyamán nyári táborokat szeretnénk majd tartani, hogyha a lehetőségek megengedik, és azokat az ismeretterjesztő programokat, amelyek eddig is zajlottak a múzeumban, ezeket szeretnénk a jövőben is folytatni. Ugye az Aquincumi Múzeumban több állandó kiállítótér is van, több állandó kiállítással is rendelkezünk. Ahol most állunk, ez az úgynevezett helytartói terem. Ugye az egykori Óbudai szigeten álló helytartói palota maradványai több alkalommal feltárásra kerültek, és az innen származó nagyon gazdag építészeti, elsősorban építészeti eredetű leletanyag került be a múzeumba. Mozaikok, falfestmények, szobrászati emlékek, amelyek egy igen különleges épületegyüttesnek a múltjába engednek egy kis betekintést, hiszen nagyon kevés ilyen palota maradt fent a Római Birodalomban. De ezen túlmenően különböző olyan kisebb tárgyi emlékek is, amelyek valamilyen módon a római kori luxushoz kapcsolhatók, legyenek ezek bármilyen módon étkészletek, például üvegedények, kerámiaedények, de például akár aranyékszerek is. Például ezek is luxus terméknek számítanak? Kifejezetten nem tartoznak abba a kategóriába, ami nagyon drágának tekinthető, ugyanakkor azonban a kivitelezésüket tekintve, illetve a származási helyüket tekintve ezek mind külső provinciákból érkeztek Pannoniába, illetve érkeztek ide Aquincumba, és ezekből a tárgyakból készítettünk ide egy válogatást. Ezek elsősorban asztali edények, tehát a különböző étkezések alkalmával használt különböző edénytípusokról van szó. És a mozaikok azért, gondolom, nem mindenki otthonában fordulhattak elő.
A mozaikok viszont kifejezetten már a luxus kategóriába tartoznak. Az ebben a teremben látható mozaikpadlók mind a helytartói palota egykori termeit díszítették. Ezek részben a fürdő szárnak a különböző helységeiben kerültek elő, illetve a reprezentatív helységekben, ahol tehát a különböző fogadások zajlottak, illetve a helytartó vendégül látta a különböző követeket. És ezek a mozaikpadlók ezekből a helységekből származnak. Nagy méretű mozaikokról van szó, amelyeknek itt van helyük, vagy helyünk arra, hogy bemutassuk, de ezen túlmenően is vannak kisebb-nagyobb mozaik töredékek is, és noha a legtöbb mozaik padlón késétlen a helytartói palotából származik, azért van jó néhány olyan mozaik padló, ami magánházakból került elő Aquincum különböző más település részein, akár a Katonavárosból, akár a Polgárvárosból. Ezek egy része szintén látható állandó kiállításunkban, hiszen nem csak ez a helytartói terem várja majd a látogatókat az újranyitás alkalmával, hanem például az úgynevezett látványtárunk is, ahol több száz tárgy került bemutatásra a paleolitikumtól tulajdonképpen a népvándorláskor végéig, hiszen Budapest területén múzeumunk felel a legtöbb régészeti feltárásért, tehát ebből is egy válogatást szeretnénk a látogatóknak bemutatni. És nem csak az állandó kiállítások, hanem az időszaki kiállítások is nagyon lényegesek a múzeum történetében vagy működésében. Időszaki kiállítások többnyire egy szezonon keresztül láthatók a múzeumban, de a pandémiára való tekintettel, illetve azért, mert tavaly csak rövidebb ideig tudtuk ezeket a kiállításokat nyitva tartani, idén ezeket meghosszabbítjuk, különös tekintet arra, hogy rendkívül népszerű kiállításokról volt szó tavalyi év folyamán. Ebből kettőt tudnék kiemelni. Az egyik az úgynevezett 7000 éves üzenet, amely Budapest neolitikumával, tehát az őskornak a újkőkori időszakával foglalkozik. Nagyon érdekes és látványos tárlatot sikerült összehozni a kollégáknak. Ez az idei évben szintén megtekinthető lesz. Illetve a római kor vonatkozásában különböző ókori találmányokkal foglalkozó interaktív kiállításunk lesz az, ami újra nyílik majd az idei évben, hogyha majd erre lehetőség lesz. Az egykori Aquincum területén rengeteg feltárás zajlott és zajlik a mai napig. A Polgárváros mintegy 80-90%-át már sikerült feltárni. A Katonavárosnak azonban csak alig 10%-a ismert. A múzeum egyébként rengeteg felbecsülhetetlen értékű kincset őriz. Az egyik legfontosabb lelete az Aquincumi Múzeumnak a híres aquincumi vízi orgona, amely szintén az állandó kiállításban egy külön termet kapott. Egy rendkívül értékes és fontos hangszerről van szó, mert hogy ugyan a római korból maradtak fent töredékei, illetve ábrázolások, leírások maradtak fent erről a hangszerről, de ilyen épségben, egészben, rekonstruálható módon nem maradt fent a birodalomban a másik víziorgona. Ez a darabunk pont a mi kiállító épületünk alatt került elő 1931-ben egy építkezés során, amelynek eredményeképpen egy római épület került napvilágra, amely az egykori tűzoltó egyesületnek a székháza volt, és amelynek a pincéjébe bezuhanva került elő ez a több, majdnem, hát most már közel 2000 éves hangszer. A fa részei azok sajnos elpusztultak, de a feltárást, amit Nagy Lajos régész egészen zseniális módon és körülmények között szinte már az éjszakában nyúlóan volt kénytelen feltárni, mert olyan körülmények voltak az ásatáson, végül is rekonstruálható volt ez a hangszer. Ugye a bronz alkatrészei maradtak fent, illetve rendkívül szerencsés módon az a feliratos bronztábla is, amely megemlékezik arról, hogy egy Caius Iulius Viatorinus nevű úriember adományozta az Aquincumi tűzoltó egyletnek ezt a víziorgonát. Ráadásul a konzulok neve is szerepel rajta, tehát tudjuk, hogy melyik évben, Krisztus után 228-ban, és még a neve is szerepel az eszköznek, tehát egy hüdra, vagyis egy víziorgona volt magának az ajándékozásnak a tárgya. Maga az orgona rekonstruálható volt, többféle rekonstrukció is létezik, illetve mind a mai napig nagyon komoly szakmai viták zajlanak arról, hogy hogyan is működött ez a víziorgona. Ugye ennek az az oka, hogy az alsó része, elsősorban a fából készült részek, azok nem maradtak ránk, tehát különböző működésbeli különbségek alapján próbálják rekonstruálni, tehát hogy a víz milyen mértékben és hogyan tudta működtetni az orgonát, ez itt az alapvető kérdés. Nekünk van egy nagyon jó megszólaltatható másolatunk, amely egyébként az 1930-as évek közepén a pécsi Angster orgonagyár gyártmányaként került ide, és amelyet egyébként minden egyes alkalommal rendezvényeken elő is szoktunk venni, és meg is szoktunk szólaltatni. Milyen elven működik? Hát ő most egy pneumatikus, tehát levegővel működtetett orgonaként működik, tehát ez azt jelenti, hogy fújtatókkal kell a levegőt a sípok irányába juttatni, tehát legalább két ember szükségeltetik egyébként a működéséhez, de vannak olyan rekonstrukciók, itt elsősorban a német kollégáknak a kutatásait lehetne kiemelni, akik kifejezetten próbáltak lehetőleg autentikusabb módon vízi orgonaként rekonstruálni, tehát olyan balonok tartoznak hozzá, amiken a vízen keresztül lehetett a levegőt pumpálni. Nemrégiben egyébként tartottunk is egy
olyan kis közös együttgondolkodást német-osztrák kollégákkal és hazai kollégákkal, akkor mindenki elhozta a rekonstrukcióját, és abból próbáltunk közösen tovább lépni, hogy hogyan is működhetett az orgonánk, illetve hangszerre, ezeknek a hangszereknek a felhasználásából egy koncertet is adtunk a látogatóknak, ami nagyon népszerű volt. Maga egyébként ez a hangszer a méretéből adódóan, tehát kisméretű, könnyen hordozható, nagyon népszerű volt a különböző római társasági összejöveteleken, sőt gladiátorjátékok alkalmával is alkalmazták az orgonát. Hogy mennyire népszerű hangszerről lehetett szó az ókorban, arra már az említett ábrázolások is nagyon jó példák, tehát mozaikokon például sűrűn előfordul. Ugyanakkor nekünk is van még egy régészeti leletünk, ez egy szarkofág, amely innen a Kaszásdűlő területéről egy egykori római temető részletből került elő, amely szarkofág felirata szerint egy bizonyos Élia Szabina nevű hölgy került ide ebbe a szarkofágba eltemetésre, ugye a felirata olvasható a szarkofágon, és amely felirat szerint Élia Szabina, a hölgy jártas volt az orgona játékban, sőt felül is múlta a férjét, ami ugyan nem feltétlenül hoz összefüggést a két tárgy között, tehát egyáltalán nem biztos, hogy konkrétan erről a víziorgonáról van szó, de azt mindenképpen jól példázza, hogy mennyire népszerű és elterjedt hangszer lehetett az orgona az ókorban, hogyha a lakosok egy része is szintén jártas volt ennek a hangszernek a használatában, vagy tudott rajta játszani. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy valóban az egyik legkülönlegesebb lelete a múzeumnak, már csak azért is, mert az ókori hangszerekről azért viszonylag kevés ismerettel rendelkezünk, másrészt pedig azért, mert régészetileg is a feltárása, és egyetlen az, hogy rekonstruálható volt a 30-es évek elején, ez egy igazi régészeti bravúr volt. Az intézmény munkatársai több budapesti ásatáson is jelen vannak, többek között a Bécsi út mentén is zajlanak feltárások, csak úgy, mint az egykori buszesz területén. Így jó esély van arra, hogy a gyűjtemény hamarosan újabb fontos kincsekkel gyarapodjon. Kájoni János Canciule Catholicum című szöveges egyházi énekgyűjteményének 1676-ban nyomtatott kiadása a csíksomlyói ferences nyomda legelső kiadványának számít. A kötetből mindössze néhány példány maradhatott fenn. Az egyik most a Hagyományok Háza tulajdonába került. Árendes Péterrel, az intézmény gyűjtemény vezetőjével most erről a 344 éves könyvritkaságról beszélgetünk. Köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy eljött hozzánk ismét. Ugye ez a szóban forgó kiadvány meglehetősen ritka, de mennyire lehet-e tudni, hogy hány készült belőle annak idején? Hát igen, én is köszöntöm a nézőket. Nincsenek pontos adatok arról, hogy 1676-ban, amikor ezt először nyomtatták, akkor hány példány is készült belőle. Azt tudjuk, hogy maga a nyomtatás 9 hónapig tartott. Ugye 1675-ben indult el a ferences nyomda Csíksomlyón, és hát ezért 76-ban jelent meg ugye a kiadvány, tehát majdnem egy évig tartott. Hogy eredetileg hány példány készült, ahogy említettem, azt nem tudjuk. Azt biztosan tudjuk, hogy nagy népszerűségnek örvendett, hiszen utána az 1700-as években, sőt az 1800-as évek elején is többször utánnyomták ezt a kiadványt, tehát nagy keletje volt, és hát valóban Erdélyben, illetőleg Moldvában a katolikus közösségek ezt használták, forgatták. Aztán utána pultkiadásokat is megért a kötet még a későbbi időszakban, tehát így összességében véve nyilván nagy számban jelent meg, de hát ugye ennek a nálunk lévő kötetnek az is az érdekes, hogy ez még a legelső kiadás. Körülbelül több mint 800 oldalas ugye, a kiadvány, és hát ebből azért nagyon-nagyon kevés van már. Ugye tudjuk, hogy egy-egy országos könyvtárban található belőle egy-egy példány. A miénk sem volt ugye teljes olyan értelemben, hogy se a külső borítása nem volt meg, illetőleg néhány oldal is hiányzott belőle, de hát azért a könyv oroszlán része mégiscsak hál' Istennek a kezünk ügyébe került, és hát sikerült a restaurálással azért megőriznünk az utókornak. Milyen állapotban volt, amikor megkapták? Hát először is, ugye, ahogy mondom, nem volt borítása, tehát lapok kijártak belőle, nem is volt ugye szépen összekötve, tehát elég csúnya állapotban volt. Ugye dokumentáltuk ezt is, amikor megkaptuk a kiadványt, hogy nézett ki. Hát nagyon-nagyon sokat kellett vele dolgozni, ugye ahogy szintén említettem,
egyesével az összes lapot portalanítani, penészteleníteni különböző vegyszeres eljárásokkal, utána ugye lapokra szedték az egészet, tehát nem is volt sorban lényegében ugye az oldalak. Hál' Istennek az egész kötet egy egységes oldalszámozással rendelkezett, úgyhogy nagyon szépen így sorba lehetett ezt tenni, és lehetett látni, hogy mik esetleg az hiányzó oldalak, ezeket egy kis lappal jelölték a restaurátorok. Tehát akkor nem egészítették ki más példányok így van, nem alapján. Így van. Igen, ez egy döntés volt tulajdonképpen, tehát azt is lehetett volna, hogy utólagosan azokat így kiegészítettük, de mi úgy voltunk vele, hogy hát ha ezt ilyen állapotban kaptuk meg, akkor ezt most már így próbáljuk megőrizni. Így kapták meg ajándékba, ugye? Igen. Milyen utat járt be ez a kötet, lehet-e tudni az előéletéről? Annyit tudunk, hogy a 20. században valamikor egy moldvai kis faluban használták ezt a kötetet. Van benne egy-egy ilyen golyóstollas bejegyzés is. Egy olyan kántor, aki valószínűleg Csíksomlyón végezte a teológiai tanulmányait, és ugye hát itt érnek össze a szálak. Na most, hogy ezt ő, ami teológiai tanulmányai során kapta meg ott Csíksomlyón, és aztán ő használta, vagy pedig hát az évszázadok alatt különböző utakat járt be, erről sajnos nincsen egyáltalán információnk és adatunk, de hát ez is még jó régen volt, tehát a 20. század második felében, és aztán utána hát megint ez nem teljesen egyértelmű, hogy milyen úton, módon, de végül is aztán így a házban kötött ki ez a kiadvány. Azt lehet-e tudni, hogy mi lesz majd a sorsa, mennyire lesz kutatható? Egyáltalán picit a tartalmáról beszéljünk, mert arról még nem esett szó, hogy miért érdemes esetleg fellapozni ezt a különleges kiadványt. Igen, hát ugye, mint a neve is mondja, Canzionale Catholicum, tehát ez egy énekgyűjtemény, de ugye hát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy kottákkal van tele, hanem a szövegek ugye vannak összegyűjtve nagyon szépen. Tehát ez mindenképpen az egyháztörténet, illetőleg hát a zenetörténet szempontjából egy nagyon fontos kiadvány. Az egyik érdekessége ugye az, hogy kisebb részben latin és nagyobb részben magyar nyelvű, tehát az akkoriban használatos egyházi latin szövegeknek a korabeli magyar fordítása, ami sok esetben nem egyezik meg a későbbi fordítással, ami esetleg a köztudatba került, tehát ez egy érdekessége. Két teljes passió, tehát Jézus szenvedés története is található benne, szintén magyar nyelven. Ugye a kötet bár egységes, de három fejezetre, nagy fejezetre tagolódik. Ugye az első részében a egyházi évkör ünnepeihez kapcsolódóan, tehát az adventtől egészen a pünkösdig kapcsolódó énekek találhatók benne, de vannak benne halottas énekek is, szóval mindenképpen nagyon gazdag tárháza, hát ugye több évtizeden keresztül szedte ezeket össze Kájoni János, és hát amikor elkészült, ugye nyilván Rómával is egyeztetett, tehát engedélyeztetnie kellett, meg ugye püspöki engedélyt is kellett rá kérni, és hát mindenki úgy látta, hogy ez valóban egy olyan összesítés, egy olyan hasznos kiadvány, amit nagyon, tehát gyakorlatban jól használhat a katolikus egyházközösség. Ez mennyiben tekinthető Kájoni egyik főművének? Mindenképpen, tehát ha valaki rákeres Kájoni Jánosra, akkor mindenképpen egyházi szempontból ugye az egyik főművének tekinthető. Emellett egyébként Kájoni nevét még a Kájoni kódex kapcsán szerintem innen ismerős, szokták emlegetni. Abban viszont vannak kottás lejegyzések, bár nem az a fajta kotta lejegyzés, amit mostanában használunk, hanem ezek ilyen tabulatúrás, tehát korábbi időszaknak a lejegyzései, de hát ott dallamok is megvannak. Nagyon sok népzenével vagy régi zenével foglalkozó együttes például ebből a Kájoni kódexből vesz dallamanyagokat, hiszen ugye mindenképpen azt kell végig gondolni, hogy ezek nem akkor születtek 1670-es években, hanem tehát akkor teljesen köztudatban voltak és használatban voltak. Tehát igazándiból ez a kor, ez az időszak, ez csak összegyűjtötte és rögzítette azokat az énekeket, amelyek akkor már évtizedek vagy akár évszázadok óta a magyar nép ajkán ugye használatban voltak. Az önök számára, a kutatók számára milyen újdonságokat tartalmaz ez a kötet, illetve a hasonló, tényleg ritkaságnak számító kiadványok? Ugye nem most bukkantunk rá egy 350 évvel ezelőtti kötetre, tehát ez már ugye tehát ismert ennek a kötetnek a létezése. Hogy egy példát mondjak, 1979-ben jelent meg egy nagyon fontos ehhez kapcsolódó könyv, Domokos Pál Péter néprajzkutató tollából, aki a moldvai és a székelyföldi
nép használatban lévő népi énekeket, tehát egyház imádságokat és népvallásos énekeket gyűjtötte többek között, és hát ezeket egybe vetette Kájoni által összegyűjtött szövegekkel, tehát ilyen módon tulajdonképpen rekonstruálta, hogy ezek a szövegek milyen dallamokkal is élhettek, hiszen ezek évszázadok óta fennmaradtak a közösségek kollektív tudatában. Tehát mindenképpen fontos ez a 79-es Dobokos Pál Péter féle kiadvány is. Tehát ott már azért ennek a kötetnek a tartalmát mindenféleképpen földolgozták, és hát ahogy említettem, azért más könyvtárakban is egy-egy példány ebből látható. Mi azt szeretnénk, hogy mindenféleképpen kiállítjuk, tehát a könyvtárunk olvasó termében, egy zárható vitrínben, ez megtekinthető, illetőleg ha valaki kutatni szeretné, tehát magyarán lapozgatni és olvasni benne, akkor hát a megfelelő biztonsági előírások, kesztyű és egyéb mellett ezt megteheti, bár nyilván az nem tesz jót egy ilyen könyvnek, hogyha hetente többen lapozgatják és forgatják. Emiatt ugye fölvetődött az is, hogy az egészet esetleg digitalizálni, tehát beszkennelni, de ahogy most már itt körülnéztünk, gyakorlatilag erre is már más könyvtárak ugye dolgoztak ezen, tehát hogy van már ennek digitalizált változata is más könyvtárakban, tehát ilyen módon igyekszünk azért inkább csak egy-egy különlegesebb alkalmakkor kivenni a vitrínből, és lapozni és megnézni. Ennek inkább az eszmei értéke nagy olyan szempontból, hogy a Hagyományok Háza archívuma egy ilyen különlegességgel bővült. Tehát tekinthető a könyvtár ékének. Mindenféleképpen, ugye vitathatatlan ez a legrégebbi kötetünk, bár egyébként ugye a könyvtárunkban nagyon sok könyv hagyaték útján került be, hát például a könyvtárunk alapját Martin György ugye folklór tárgyú könyvtára képezi, illetőleg özvegye Borbély Jolán is aztán a könyveit ránk hagyta. Hát ugye ő maga is, mint kutató ember gyűjtötte a folklortárgyú könyveket, de hát 1700-as évekből, meg hát főleg az 1800-as évekből már elég nagy számú könyvünk van, amik akkori nyomtatásban vannak. Ezek többnyire történelmi, illetőleg néprajzi tárgyú könyvek, de hát ez a 1676-os, ez most a legrégebbi. Mi alapján gyűjtenek egyébként új köteteket? Hát ugye van nekünk egy gyakorlatilag egy könyvtárhasználati szabályzatunk, illetőleg hát egy olyan gyűjtőköri szabályzatunk, ami kimondja azt, hogy mi, mint folklór tárgyú szakkönyvtár, a könyveket elsősorban az alapján gyűjtjük be, hogy ehhez a témához. Tehát szorosan vett néprajzi könyvek, illetőleg hát az ahhoz kapcsolódó szociológiai, történelmi és egyéb könyvek az, amik az érdeklődésünk középpontjában vannak. Vannak természetesen különböző olyan kereskedők, illetőleg nem csak Magyarországon, hanem határainkon túl is, ahol rendszeresen bekérünk újonnan megjelent könyveket, illetőleg a birtokukba került könyveket, és mi azokat behasonlítjuk, hogy esetleg valami már megvan, valamiből esetleg másodpéldányt veszünk, tehát hogy legyen olyan köteles példányunk is. Ezen kívül pedig hát az újonnan megjelenő könyveket is listázzuk, és hát amennyi éves keretünk van, annak terhére, annak erejéig tudunk minden évben könyveket vásárolni. Egyébként ez nagyon-nagyon szépen működik, hát ugye tehát idén lesz 20 éves a Hagyományok Háza, tehát az elmúlt 20 év alatt minden évben sikerült a könyvtárállományát ilyen módon bővíteni, és itt nem csak könyvekről van szó, hanem folyóiratokról, vagy népzenei kiadványokról, tehát CD-kről, DVD-kről, vagy CD-DVD melléklettel ellátott kiadványokról, tehát ezek mind olyanok, amelyeket mi gyűjtjük. Azt mondhatom, hogy ha most valakit ma népzene, néptánc vagy kézművesség területén szeretne szakirodalmat kutatni, akkor hát a könyvtárunkban tehát nagyon nagy teljességgel megtalál mindent. Mekkora állományról beszélünk egyébként? Körülbelül 70 ezeres állományról beszélünk, amiben, ahogy mondom, ugye, tehát folyóiratok is vannak, tehát ez nem 70 ezer könyvet jelent, hanem vannak például folyóirat sorozatok is benne, vannak olyanok, amelyek, ahogy említettem, hagyaték útján kerültek be, itt Halmos Béla könyvet itt mondhatom, a Lajta László könyveit mondhatom, Erdély Zsuzsanna folklór könyveit mondhatom, amelyek mind nálunk vannak, de például Sárosi Bálintnak a Bakelit lemez gyűjteménye is, és a könyvtárunknak ajándékozta, tehát azok is nálunk vannak. Tehát egy nagyon, nagyon, nagyon komoly terjedelmű, hogyha belevesszük, hogy itt ez mind kifejezetten a néprajz és a kapcsolódó tudományok köréből való.
És hát a korábbinál jóval kényelmesebb körülmények között lehet ezeket a kiadványokat böngészni, amióta megújult a Hagyományok Háza, ugye? Igen, így van, ennek mi egy nagy nyertesei vagyunk. Tehát korábban a könyvtárunk egy légtér, egy helyiség volt tulajdonképpen, egy hozzá kapcsolódó kis irodával, egy galériázott helyiség volt, ehhez képest a könyvtárunk alapterülete többszörösére nőtt, ugyanúgy megmaradt a kétszintes galéria része, az első része egy nagyon szép olvasóterem, ott vannak egyébként kiállítva Martin György könyvei is, tehát Martin György könyvhagyatéka, de van egy másik nagy terem, ahol a munkatársak, a könyvtárosok dolgoznak, van egy külön audiovizuális olvasótermünk, ahol eredeti népzenei, néptáncos videókat vagy hangfelvételeket nézhetnek, hallgathatnak az érdeklődők, és hát van egy olyan része is a könyvtárnak, amelyik a nagy közönség számára nem látogatható, egy nagy könyvtári raktár tulajdonképpen, ami szintén kétszintes, ahol tároljuk a könyv állományoknak a javarészét. Tehát ilyen módon sokkal kényelmesebb, csak most már nyithassunk ki, és legyen a járványhelyzet olyan, hogy tegye lehetővé azt, hogy a olvasókat tudjuk fogadni. Nagyon jól elindultak egyébként azok a folyamatok, amikor a házba visszaköltöztünk, akkor rögtön több programot szerveztünk a könyvtárba, az olvasó terembe, volt ilyen folklor filmklubunk például, vagy olyan könyvbemutatókat szerveztünk, ahova jöttek az emberek, tehát hál' Istennek a korábbi könyvtárban nem volt el lehetőség, hogy 30-40-50 ember is ott legyen, most sok ilyen programot meg tudtunk valósítani, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy azért, ahogy a helyzet javul, és újra kinyitunk, akkor újra nagyobb létszámmal is tudjuk várni az érdeklődő közönséget. Így legyen, köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Nagyon köszönöm a meghívást. Friss Kultúrponttal minden szerdán este 8 órakor várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.